Ünnepi üléssel köszöntötték Mess Béla emeritus professzort 90. születésnapja alkalmából a Pécsi Tudományegyetem és az általános orvostudományi kar vezetői, munkatársai. Az összegyűltek sokat hallhattak az orvos életéről, mely három stabil ponton áll. Ezek a család, az orvosi gyógyító és kutató munka, valamint a vadászat. A professzor jelentős szerepet vállalt a Pécsi Egyetemen a fiatalok képzésében. A pajzs és tobozmirigy kutatásban nemzetközi hírnevet és elismerést vívott ki magának. Több szakmai könyve jelent meg, nem csak magyar nyelven, de a vadászatról is számos könyvet írt. Kollégái, barátai fáradhatatlan munkásságát, példaértékű jellemét ismertetve, ajándékokat átadva köszöntötték a jeles napon. Hálából a professzor is kívánsággal élt az ünneplők felé. Nagy öröm az, hogy azt érezni, hogy a barátaim szeretnek, és egyetem még 90 éves koromban is gondol rám, és ilyen meg nem érdemelte nagy rendezvényel. Hálából a professzor is kívánsággal élt az őt ünneplők felé. Adja meg nekik a jó Isten azt, hogy ők is megérik ezt a kort, szellemileg legalább olyan jó állapotban, mint én, fizikailag pedig jobb állapotban. Az egyetem polgárai pedig további jó egészséget kívánnak a professzor úrnak.